Nagy szeretettel köszöntök minden kedves kabais diákot, pedagógust és vendéget a játszótér átadó ünnepségen. Külön tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket. Szőke Zoltán, Tiszavasvári város polgármesterét. Balázsi Csillát, a Kabai János Alapítvány kuratóriumának elnökét. Bazárné Balla Gyöngyit és Simon Zoltánné kuratóriumi tagokat. Maros Krasznai Tímeát, az SMK képviselőjét. Dobos Lászlót, a projekt kivitelezőjét. Dancs Nikolettát, a játszótér tervezőjét. Hallgassuk meg Póka Őrs, harmadik C-osztályos tanuló szavalatát. Tóth Árnes, játszótérem. Száll a hinta, mint a lepke, nem nyikorog, jó a kedve. Benne repül csilla, sára, sikongatva, kacarászva. Csúszda csúcsán áll, ki bátor, Pityu, Feri, Jóska, Sándor. Jóska indul, nem vacakol, nadrágféken csúszva landol. Homokozóban egy sereg, vidám kedvű sulis gyerek. Építik a tündérvárat, ha összedől, sírdogálnak. Labda szántja a zöld gyepet, fut utána ödön, elek. Terelik a kopott labdát, míg a hálóban nem rúgják. Heten akár a gonoszak, a mászókán kapaszkodnak, ki a csúcsra hamar felér, azé lesz a legszebb a vér. Lám, egy vidám kis játszótér, milyen hasznos, mi sokat ér. Szíved reggdes, tested edzed, még más szobájában tesped. Felkérem Rádú Zsolt intézményvezető urat, hogy tartsa meg nyitó beszédét. Én is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, vendégeinket és titeket, gyerekek. Egy kicsit rendhagyó lesz az ünnepi beszéd, hiszen ebben ti is részt fogtok venni. Biztos tanultátok már, hogy mi a mese és a valóság között a különbség. Igen? Igen! Nagyszerű. Most el fogok mondani egy történetet, és akkor mindenki nagyon figyel, és a végén pedig kitaláljuk együtt, vagyis megmondjátok nekem, hogy ez vajon mese, vagy valóság. Akkor kezdhetem? Igen! Na, akkor kezdjük. Hát egyszer volt, hol nem volt. Volt egy iskola, úgy hívták, hogy Kabai János Általános Iskola. Ennek az iskolának volt egy igazgatója, meg van is, Zsolti bácsi, és van egy alapítványa, akinek a vezetője Csilla néni. Úgy ráértünk és olvasgattunk, és akkor Csilla néni megjegyezte, hogy van itt egy pályázat, Zsolti, nem kellene ebből valamit csinálni. Hát, mondom, Csani, csináljunk, hát ha sikerül. Akkor gyorsan megkerestük Laci bácsit és Niki nénit, hogy számoljál már ki nekünk, hogy vajon mennyiből tudnánk valamit csinálni, mondjuk egy játszóteret. Ők gyorsan kiszámolták, mi megnyertük a pályázatot, és akkor elszomorodtunk, hogy hüha, ez a pénz kevés. Akkor gyorsan elszaladtunk a ti szüleitek munkaközösségéhez, hogy kérjük meg, hogy hát, ha abban a sok jótékonysági bálból maradt egy kis pénz, és tudnánk egy kis szép játszóteret csinálni. És lám-lám, ők is adtak nekünk egy kis pénzt, meg még a szüleitek adójából is, abból az 1%-ból jutott egy kicsi, és végül is Lohos Laci bácsi hozzákezdett a játszótér építéséhez. Megígérte, hogy március 31-ig át fogják adni. Ma március 29-e van, tehát lehet, hogy készen van a játszótér. Szerintetek ez mese vagy valóság? Valóság! Nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy a valóságot nem sokára ki is fogjuk próbálni, de előtte átadom Balázsi Csillának a szót, hogy ő is mondjon nektek egy pár szót. Én
én is szeretettel köszöntelek benneteket a Kabai János Alapítvány nevébe. Ezt biztos mindenki hallott már az alapítványunkról. Az a célja, hogy a itt tanuló diákokat, tehát titeket különböző módon segítsünk. Ennek ezer formája van, amit talán észre se vesztek. Könyveket veszünk, versenyeket támogatunk. Bármit, amit történik itt az iskolában, abban valahogy mindig részt veszünk. És most volt ez a lehetőség, hogy megpályázhattuk ezt a játszóteret. Szerintem ezen minden gyereknek az álmát teljesítettük. Én azt kívánom nektek, hogy nagyon sokat, sokáig tudjátok ezeket az eszközöket használni, vigyázzatok rá. Ne az legyen, hogy fél év múlva Laci bácsinak jön még eljönni és javítani, és nem, el lesz rekesztve és nem lehet használni. Én abban bízom, hogy legalább 4-5 évig ezt mindenki egészséggel és jókedvel tudja használni. És én ezzel én azt kívánom, hogy átadjuk a játszóteret, és vegyétek birtokba. Köszönöm. Megkérem Balázsi Csillát, Szőke Zoltánt és Rádói Zsoltot, hogy vágják el a szalagot, mellett ünnepélyesen átadják a játszóteret a gyerekeknek. A második D-osztály tanulói Gyulai Ákos tanár úr vezényletével bemutatják az új játékok helyes, biztonságos használatát. Elsőként a három tornyos játszóbár kerül bemutatásra, mert minden játszani vágyó gyermeknek tökéletes kikapcsolódás volt. A toronyban lépve és kötélhálós felmászó lehet feljutni. Innen függő hídon közelíthető meg a középső, legmagasabb torony. A hídon egyidejűleg csak egy gyermek tartózkodhat. Ezen az eszközön komoly egyensúlyozó készség kell, hogy áthaladhasson. Lefelé leggyorsabb út a csúszda. A csúszdán csak akkor csúsz le, ha az előtte csúszó társad már elhagyta a játékot. Ha nem a csúszdán távozol, jobbra fordulva a lajhármászót próbálhatod ki. Innen egy újabb toronyba érkezel, ahonnan csúszdán érhetsz földet. A csúszdákon visszafele haladni, azon felszaladni kínos. A középső toronyba lép rán, és mászófalon is feljuthatsz. Lefelé válaszd a csúszdát, vagy a lajhármászót. Ez a játszóvár több gyermek egyidejű játékát biztosítja, melyen játszva hetelezik próbára ügyességüket, erejüket. Hatszögletű mászóka. Az eszköz hat oldalán különböző típusú mászókákon lehet feljutni a játék tetejére, melyek mindegyike más készséget hivatott fejleszteni. Kötél. Hálós mászóka.
létra. Mellette a nyújtó. Mászófal. És a gyűrű. Azt hiszem, ez megérdemel egy tapsot. Poliból a labda az örök életű játékszer, amelyet soha nem lehet megúrni. Minden gyerek első számú kedvence. Különösen izgalmas lesz a játék, ha van egy olyan eszközünk, amely egyszerre teszi próbára a ügyességet és a kitartást. A játékot egyszerre több gyermek is használhatja, ezért kiváló közösségépítő és ügyességfejlesztő hatása van. A labdát a felső törzsérbe dobva, az alsó három nyílás valamelyikén véletlenül szerveznesik ki. Így fokozza a játék élményét. A második osztálynak és Gyulai tanárónak a bemutatót. Átadó ünnepségünk ezennel véget ér. Az ünnepség után az évfolyamok 20 perces váltásban pedagógus felügyeletével a mai délután vegyék birtokba, próbálják ki az újonnan kapott játszóteret. Kellemes szép délután kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!